Szeretettel köszöntöm a vonalban Rébi Domonkost, München mellől. Szervusz! Szervusz, üdvözöllek, és a kedves hallgatókat is. Tehát magyar munkavállalóként egy München melletti településen élsz, dolgozol, és mivel elég régóta vagy márként, ezért van belátásod abba, hogy hogyan változik az élet színvonal, ugye, mert azt egy rövid látogatás alkalmával nem igazán lehet megállapítani, de ha az ember éveket tölt valahol, akkor gyakorlatilag annak a társadalomnak a részeként beleörül, beleszenved, és mi pont azt szeretnénk most megtudni tőled, hogy vajon most éppen együtt örülni lehet, vagy együtt szenvedni a német lakosokkal a jelenlegi gazdasági helyzetben? Hát a mostani gazdasági helyzet az mindenféleképpen meglátszódik az árakon, legalábbis főleg ugye az üzemanyagárak, illetve maga az infláció az Németországot sem kímélte. Itt is volt egy erős növekedés, illetve a gáz és az áraknak az emelkedése szintén egy csapásként éltük meg, élik meg az emberek. De azért azt kell mondani, hogy a német embereknek a tartalékjaiknak a kimerülésétől még távol sem kell félni, vagy attól távol sem kell tartani, ugyanis az emberek többségének azért olyan felhalmozott összegeik vannak, amiből még jócskán ki tudják gazdálkodni azt az életszínvonalat, ami az előtte a gazdasági válság, vagy ezelőtt a gazdasági események előtt ki tudtak gazdálkodni. Igen, ez majdhogy nem várható volt, hiszen a maga fizetéseknek a színvonala egészen más, mint Magyarországon. Talán nem is innen érdemes akkor megfogni, hanem onnan, hogy hogyan érinti őket, mert feltételezem, hogy azt a felhalmozást, ami történt az anyagi életükben, azt nem feltétlenül egy vészhelyzetre tartalékolták, vagy arra, amikor a közértben felmennek az árak, hanem feltételezem, hogy egész más céljuk volt vele. Tehát lehet, hogy ha egy magyar lakosnak lenne annyi félretett pénze, mint egy német lakosnak, akkor jobban érezni magát, de egy német lakos lehet, hogy egész másra tette félre azt a pénzét, ezért igen, másképp igen. Is érzékeli ezt a válságot. Igen, hát az biztos, hogy a pánik az nagy volt, azért a pénzre mindenki nagyon érzékeny, és itt is ugye nyilvánvalóan, ha valaki megtanul spórolni, megtanulja a picit félretenni rendszeresen, akkor előbb-utóbb rájön, hogy ez önmagában egy csoda, hogy jé, tényleg azért egy-két év alatt mennyi pénzt félre lehet tenni, és a németek ezt nagyon jól tudják, és hogyha ezt kihúzzák a zsebükből, akkor ez nyilvánvalóan őnekik is fáj, mint mindenki másnak. Azt tapasztaltam én, hogy azért a közüzemi szolgáltatóktól rendszeres tájékoztató levelek jöttek, már jó előre, hogy mennyit fognak emelni, hogyan fognak emelni, stb. Ami érdekes volt, hogy én kérdeztem, hogy van-e bármilyen ilyen jellegű támogatás, lehet-e igénybe venni ilyesmit, és hát mondták, hogy nem. Mármint, hogy én nekem biztos, hogy nem. Egy olyan adósávba esek bele, egy olyan fizetéssel, amivel nem adnak támogatást, hanem a sokkal jobban rászorulókat támogatják csak. Ebből nekem az esett le, hogy egy elég igazságos rendszer próbálnak így üzemeltetni állami szinten, és valóban csak a rászorulók igényelhetnek olyan összegeket, amivel ki tudják húzni, hogy ki tudják fizetni azokat a megemelkedett költségeket, amiket minden hónapban nekik ki kell fizetni. És hogyan éreznek azok, akiknek ezek a megemelkedett költségek a tartalékaikat kezdik érinteni, mert azt mondtad, hogy nem felemészteni, de mindenképpen érinteni, hozzá kell nyúlni. Ők ezt milyen szívvel vették, hogyan állnak ehhez hozzá, milyen életérzésük van? Hát olyan életérzésük van, így a szomszédokkal is, meg a környezetemmel beszélve, hogy senki nem örül neki. Sok mindenben a háborúnak, az ukrán háborúnak a következményeit látják, és nagyon szeretnék ők is az emberek, hogy ne legyen háború. Ugyanakkor meg sokan úgy is közelítik meg, hogy viszont ezt muszáj végigcsinálni. Tehát nem nagyon
nem nagyon agonizálnak, mert ugye annyira nem fáj nekik, tehát nem arról van szó, hogy egy drasztikus életszínvonal csökkenés van. Ezért úgymond azt mondják, hogy ez most egy ilyen időszak, ezt a háborút, ezt le kell rendezni, túl kell lenni rajta, nyilvánvalóan minél hamarabb, ahogy csak lehet, békére kell törekedni. Ezt mondják a lakosok, hogy békére kell törekedni, mert a politika éppenséggel ez nem mondja. Igen, a politika nem mondja, de hát ez is egy olyan dolog, hogy azért sok mindent nem látunk át, és nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Az biztos, hogy viszont annak örülnének a németek, hogyha az oroszok közelebb nem jönnének. Tehát nyilvánvalóan mindennek ára van, hogyha Ukrajna lenne az új oroszországi határ Európa felé, az nyilvánvalóan több kockázatot is jelenthetne, tehát ezt nem tudom, és ők se tudják, tehát senki nem tud semmit, csak mindenki azt tudja, hogy jó lenne, hogyha valahogy vissza tudna rendeződni ez a dolog, ha még lehetséges, és hát mindenki tart attól azért, hogy esetleg eszkalálódhat ez a háború. De ennek ellenére én akkor is azt látom, hogy ugyanúgy utaznak az emberek, ugyanúgy vásárolnak, ugyanúgy autókat vesznek, tehát rengeteg új elektromos autót is látok itt nálunk. Most nyilvánvalóan ez más forrásokból, meg cégektől is, meg itt a leasing az nagyon sokkal könnyebben megy, mint Magyarországon. Könnyebben ugrik bele az ember egy leasingbe, de mégsem tapasztalom azt, hogy most egy ilyen háborús helyzet lenne itt, mert még vannak tartalékok, és sok tartalék. Tehát még az sincsen, hogy a tartaléknak a fele, és akkor már azt mondják, hogy na mostantól akkor nem vásárolunk ezt meg azt. Az biztos, hogy ugye mi albérletben lakunk, és a tulajdonos is küldött ki nekünk egy levelet, mert neki több háza van, amit így kiad albérletbe, amivel a spórolásra hívta fel a figyelmet eléggé részletesen, hogy hogyan lehet a gázkazánt úgy beállítani, hogyan lehet ezt, hogyan lehet azt. Tehát nagyon jól meg tudják fogni a pénzt, de addig, amíg van, addig használják is. Tehát akkor nem, még azt se lehet mondani, hogy szolid pánik lenne, hanem tudomásul veszik, hogy bemennek a közértbe, és minden valamennyiszer többe kerül. Mennyivel kerül egyébként többe? Hát legalább egy 20%-os áremelkedés van, ahogy így nézzük a számlákat, és összehasonlítjuk. Ennyi van. Kaptunk egyébként egyszeri támogatást mindenkinek, akinek munkaszerződése van, amikor egy nagyot ugrott a gázár még tavaly ősszel, ami azért volt kifejezetten mókás a mi szempontunkból, mert a gyermekeim újságot hordanak ki. Ugye csak egy héten 1 óra 50 percet dolgozhatunk ilyen diákmunkaként, de mivel nekik is volt érvényes munkaszerződésük, ezért ők is megkapták ezt a támogatást, úgyhogy ők örültek neki nagyon, mert picit megugrott a zseppénzük. De tehát, hogy vannak ilyenek, hogyha nagyon nagy árkülönbségek vannak, vagy nagyon kirívó emelkedés, akkor ilyen egyszeri támogatásokat szoktak adni, de olyan, hogy most, mint például a rezsicsökkentés, ami Magyarországon van, itt ilyen nincsen. Legalábbis Magyarországban biztos, hogy nincs. A többi államot azt nem tudom pontosan követni. Az mennyire érintette érzékenyen a szülőket, amikor kiderült, hogy mondjuk nem lehet 18-19 foknál több a tantermekbe, ez is a fegyelmezett spórolásnak tudták be? Hát senki nem nyavalygott emiatt egyedül. Hát valószínű, hogy a gyerekek, a mieink legalábbis mondták, hogy nagyon hideg van az osztályteremben, és hogy a kabátot fel kell venni, főleg annak, aki az ablak mellett ül. Mi nálunk is volt ilyen, de egyébként ezt már a koronavírus óta bevezették. Tehát így az egyik jött a másikból, mert a koronavírus óta folyamatosan szellőztettek nálunk a gyerekek iskolájába. Utána pedig a spórolás szempontjából már nem is éreztek különbséget nagyon. Tehát mondjuk nem mondták, hogy
hogy fáztak, csak amikor az ablakot kinyitották, akkor azért az, aki kicsit kiebbült, nekik érdemes volt a kabátot felvenni. De nincsen ilyen, hogy emiatt utcára mennének az emberek, tehát ez abszolút nem. Már kicsit probléma. Nekem úgy tűnik, hogy semmiért nem mennek nagyon az utcára, tehát fegyelmezettek, ezt jól látni innen? Igen, igen, ez viszont abszolút így van, hogyha nem tudom, hogy mi, hogy milyen lélektan, vagy meg társadalomtan lenne képes ezt így felkutatni, hogy tudnak így összefogni, de van bennük egy ilyen komoly összetartás, amikor valami cél van, és például a klímasutz, tehát a klímavédelem is ilyen, hogy pont most voltunk lent egyébként az egyik elektromkereskedésbe mosógépet nézni, és lehet olyan eszközt vásárolni, ami ezeket a mikro műanyagokat szűri ki, ilyen 100 eurós kis készülék, csak így megdöbbentünk, hogy vették az emberek, hogy ez megy, hogy erre van igény, hogy még én füzetek azért, hogy a környezetbe én ne dobjak ki olyan ilyen mikro műanyag darabkákat a mosás után, a rohamosás után. Tehát nem az, hogy ugye egy teljesen más szemléletmód ez, és ők akarnak tenni a környezetért, és még füzetnek is érte, hogy az ő ruha mosásából ne kerüljön be a szennyvízbe, ne kerüljön be a csatornába olyan mikroműanyag, amit utána már nem lehet kiszűrni. És hát sajnos sokszor ezt ugye eltúlozzák, azért főleg inkább európai szinten, de azért az átlag német ember mondjuk tényleg odafigyelnek arra, hogy az autót ne járassák fölöslegesen, ezért vesznek elektromos autót is. Persze itt vannak kérdések, hogy maga az elektromos autó gyártása, meg az akkumulátor az mennyire óvja a környezetet jobban, mint maga a fosszilis üzemanyagnak az elégetése, de ez már más kérdés. De hogy bennük van ez az akarás, és amit akarnak, azt így megcsinálják. Igen, ez egy nagyon jó definíció volt. Tehát, hogyha akarják, akkor ezt ők ki fogják bírni, ezt az időszakot is, hogy 20%-kal emelkednek az árak, és hozzá kell nyúlni a tartalékaikhoz, mert látják, hogy most ez van. Hát más nem is nagyon tudnak csinálni, de érdekes. De hogy nem kommentálják, tehát hogy nem erről beszélgetnek egymással. Vagy igen? Hát érdekes az, hogyha belenéz az ember a Facebookba, de hát ugye az egy nagyon, nagyon elvonatkoztatott példa, mert ugye a Facebooknak az algoritmusok miatt érdeke az, hogy konfliktust generáljon, mert akkor a kommenteknek a növekedésével egyre jobban növekszik az érdeklődés, és akkor reklámokat jobban el lehet adni. Tehát ebből nehéz leszűrni bármit is, de mégis, mivel ugye nem járjuk az országot, és nem beszélünk több száz emberrel hetente, mégis a Facebookon lehet látni a kommentekbe, hogy azért a németeknél is vannak emberek, akik sok mindenen kiakadnak, és agonizálnak, de hogy valóban a tettek, amikor ugye azt számít, azt szokták mondani, az emberek ma a lábukkal szavaznak, tehát hogy tényleg, hogy ki mennek-e, meg hova mennek, és hogy mit csinálnak, addig, amíg az ember tud utazni, amíg az ember tud autót venni, amíg tud étkezni, addig itt nem látom, hogy olyan nagy probléma lenne, ha esetleg annyira brutálisan eszkalálódna a ukrajnai háború, hogy már itt adót emelnének, és még többet kivennének, akkor lehet, hogy már valami történne, de most per pillanat itt még nem tartunk. És te is jól érzed magad ott. Igen, hála Istennek, én is kaptam fizetésemelést is, egy nagy vállalatnál vagyok, ami nagyjából kompenzálja ezt az infláció emelkedést, és jól el vagyunk, hál' Istennek, tehát nem panaszkodunk mi sem egyáltalán. Reméljük, hogy majd a politika is eljut arra, hogy szeretnének békét teremteni, és akkor valóban nem csak a németek lelkivilága nyugodna meg, hanem azért nagyon sok minden nyugvó pontra jutna. Jó lenne. Jó lenne. Mert azért mindegy, hogy kit hogyan érint az áremelkedés, azért ennek más aspektusai is vannak. Nagyon köszönöm, hogy sikerült egy kicsit kitekinteni a határainkon túlra, mert persze szeretjük azt gondolni, hogy a fű ott mindenképpen zöldebb, és hát valamilyen szinten
ugye a környezetvédelem miatt ez akár igaz is lehet. Igen, igen. Abszolút. De azért igen. Jó tudni azt, hogy mindenki ugyanabban a környezetben él, ugyanabban a makrókörnyezetben Európában, és jó, ha tudjuk, hogy ki hogy áll ehhez hozzá. Nagyon köszönöm, hogy ebben segítettél. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen.